Magyarország 7 év alatt több mint 650 milliárd forintot fordított a Schengeni határ védelmére. A déli határon felépített kerítés 2015 óta 1 millió illegális bevándorlót állított meg. Ennek ellenére az Európai Bizottság mindössze néhány millió forinttal járult hozzá a költségekhez. Brüsszel álláspontja ugyanis a mai napig nem változott. Az Európai Unió nem járul hozzá a szöges kerítések építéséhez az uniós külső határokon. Vendégem pedig a stúdióban Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Jó estét Jó kívánok! Estét. Többször beszéltünk arról, hogy ugye Magyarország elutasítja a kötelező migráns kvótát, viszont a Frontex nem régiben kinevezett holland új vezetője azt mondta, hogy inkább ő megnyitná a határokat és a tárgyalásos útat választana, nem pedig azt, hogy visszaküldik a menekülteket. Tehát -e. ő segíteni, tehát a visszaküldéstől zárkózott ő el. Ugye az, emögött az van, hogy a Frontex előző vezetőjének azért kellett távozni, mert hát egyes politikusok véleménye szerint a görög határozati rendszer támogatása során a, ilyen visszairányítások, visszaküldések tekintetében inkább a görög hatóságokat támogatta, és ez az új vezető nyilván úgy lett kiválasztva, hogy ennek a, ennek a megfelelő politikai elvárásnak meg igénynek eleget tegyen, erről szólt ez a nyilatkozat. A Frontex kétségtelenül nem utazási iroda, kétségtelenül nem egy utazás szervező, hanem határőrizeti ügynökség, határ és parti őrség az Európai Unióval. Nagyon fontos szerepe lenne abban, hogy a külső határok őrizete megvalósulhasson, és a belső biztonság, ami köztudomáson a határon kezdődik, javulhasson az Európai Unió országában. az ugye 650 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek a határvédelem, a kerítés építése, magyar, a magyar adófizetőknek, és az Unió többször világossá tette, hogy szöges drótkerítés építésére és erre a fajta határzára nem ad pénzt. Mi, mi lehet itt a megoldás, hiszen azért sajnos a, a, tehát a valóság nagyon szembe megy ezzel. Tehát az Ilva Johanzonnak most volt a belügyi biztosnak egy ilyen nyilatkozata hogy továbbra se akarnak ilyen finanszírozásban részt venni. Hát, mivel eredményes hatázetet folytatni ilyen tömegű, hatásértő mozgást, mint ami a balkáni útvonalat évről évre jellemzi, teljesen lehetetlen. És nyilván Magyarország, amikor 2015-ben kerítést megépítette, már ennek voltak előzményei. Görögországba, Spanyolországba, Izraelbe, az Egyesült Államokba, kicsit később Szlovéniába, Ausziába is, Bulgáriába is épült kerítés. Egyedül azonban úgy láttuk akkor is, azóta is ez a tapasztalatunk, hogy a magyar kerítés valahogy különösen szemet szúrt. Mi? mi ennek az oka? Az az oka, amire ön is utalt, a magyar kormány migrációs politikája konzekvens 2015 óta, és hát sajnos egyre több európai nemzetállam jön rá, és meg is fogalmazza, hogy hát igen, azért a magyaroknak ebbe igazuk volt, a külső határokat őrizni kell. Most éppen a most következő februári európai csúcson, majd éppen az olasz javaslat kerül napirendre, amelyik világosan fogalmaz abba, hogy a határon meg kell állítani az illegális migrációt, és segíteni kell megoldani azokat a problémákat, a, amelyek az útbaindulással függenek össze, és minél messzebb az Európai Uniós határoktól kell feltartóztatni az útbaindulás terve? De ugye az, arra emlékeztet, hogy 2015-ben az volt a, az ellenzéki médiában a narratíva, hogy ők menekültek, akik egy jobb élet reményében jönnek Európában. Most már azért pontosan lehet látni, hogy ez egy elképesztő üzletté vált az embercsempészek oldaláról, több milliárd euró mozog itt, és kőkemény bűnözői csoportok is beszálltak ebbe. Ezt hogyan lehet visszafordítani, hiszen itt azért már ez a narratíva látszik, hogy megfordul viszont az Unió nem akar erre mégsem pénzt adni továbbra sem. A helyzet úgy áll, hogy a, ez az ön által a narratívának nevezett dolog, tehát teljesen világosan látható, hogy azok a körülmények, amelyek hát 2015-ben még talán nem voltak ennyire átláthatók, mert... Az európai embereket a kommunikáció, az Európa, nyugat-európai kommunikáció abban az irányba vitte, hogy szegény szírmenekültek jönnek, akiket be kell engednünk. Ezért aztán mindenki szírnek vallotta magát, miután a német kancellár kijelentette, hogy minden szírt befogadunk, akkor is szírnek vallotta magát, ha nem is tudott a rabó. És hát egészen furcsa dolgokat mondtak, hogy magas minőség, sebészek érkeznek meg stb. és, hát és az, még, az a baj, hogy tovább és sok nem. gyerek, meg sok nő meg stb. Aztán napjainkra most már jól látható, hogy fiatal férfiak érkeznek, már korán sem Szíriából, döntő többségében már más országokból, elsősorban Afganisztánból, de Indiától kezdve Bangladesig mindenfajta nemzetfiai megfordulnak most már a határon, és kétségtelenül okmányok nélkül, fiatal férfiak csoportosan, erőszakosan és a szervezet bűnözés segítségével akarnak átjutni a határon, semmilyen olyan kritériumnak nem felelnek meg, amelyik az ENSZ menekültügyi konvenciójából volna levezethető. Igen, de ugye Brüsszel folyamatosan foglalkozni akar ezzel a kérdéssel, viszont egy világos tervet, vagy egy, vagy egy követendő példát, akár az osztrákoknak, akár a horvátoknak, akik most léptek be a Schengen évezetbe, Magyarországnak, Szerbiának nem nyújtott át. Tehát látszik, hogy az egységes akarat hiányzik. Ez megváltozhat ön szerint? Brüsszel megváltoztathatja az álláspontját? mivel azért 2015 óta azért sok minden változott az európai emberek, az európai nemzetállamok politikai megközelítéseibe, abba lehet bízni, hogy ebbe azért változás következik be. Ezért e, e, igyekszünk például a szervezet bűnözés elleni fellépést, az emberkereskedelem, az embercsempészés elleni küzdelem bűnügyi operatív feladatainak az összehangolására, a, abba való részvételre, mert úgy gondoljuk, hogy, az ilyen típusú, hálózatszerűen működő, titkosszogati módszereket alkalmazó embercsempész bandák nagyon komoly veszélyt jelentenek az európai köz- és nemzetbiztonságra, és ebben a kérdésben talán könnyebben megteremthető valami. Most fajtán. lesz egy uniós csúcs, tehát itt Igen. azért vár itt valami eredmény? Februárban a közepén kerül sor a következő, soron következő Európai Uniós csúcsra. Mi úgy látjuk, hogy az olasz kormány igen nagy aktivitást folytat e, abnak érdekében, hogy az egyébként túl zsúfolt olasz útirányba a határbiztonságot garantálni lehessen. Ez egy, az olasz kormány kollégyszerűen egy nagyon fontos választási ígérete is volt, és jelenleg azt lehet tapasztalni, hogy az olasz diplomácia, sőt személy szerint a miniszterelnök asszony is nagy aktivitást tanúsít, hogy a nemrég nem járt jártott az Európa tanácselnöke és több más fórumon is folynak előkészítő tárgyalások, hogy azok a javaslatok, amelyeket az olasz kormány tesz, azok minél szélesebb körben megtárgyalásra és talán előrelépésként valami fajta kompromisszumos elfogadásra kerüljenek. Vakoni György, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.